Sok szeretettel köszöntök mindenkit advent utolsó hétvégéjén, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Sok szeretettel köszöntöm körünkben Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművészt, Emeritus Jászkun főkapitány urat. Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket. A negyedik gyertya meggyújtása előtt felkérném polgármester urat, hogy egy pár gondolatban nyissa meg a gyermekek, illetve a jelenlévők számára a jégpályát. Tisztelt főkapitány úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves sportolók, sportolni vágyok. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai negyedik adventi gyertyagyújtás alkalmából, ami egy igen különleges, hiszen itt a főtéren, a városháza előtti téren még soha nem volt korcsolya pálya felállítva. Most gondoltunk egyet, hogy ebben a nehéz helyzetben ugyan, amikor a város adventi fényeit egy picit meg kellett rövidíteni, és csak itt a városháza előtt van lehetőségünk arra, hogy éljünk a karácsony fényeivel, az advent fényeivel, ezzel a díszkivilágítással, akkor kaptunk egy lehetőséget, és szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak a hozzájárulását, akik lehetővé tették azt, hogy ez a korcsolya pálya most néhány napig, néhány hétig a karcagi fiatalok és örök fiatalok rendelkezésére áll, lehet az adventi időszakban egészen január 17-éig használni. És hát természetes, hogy amikor arról beszélünk, hogy itt gyűjjünk össze, beszélgessünk, korcsolyázzunk, vagy legalábbis nézzük a korcsolyázókat, akik mondjuk nem merészkedik föl a pályára, az egy picit ebben az adventi hangulatban egy jó illatú forralt bor vagy egy kürtős kalács mellett tehesse ezt meg, hogy egy kicsit közösen együtt lehessünk, hiszen nagyon régen volt, legalábbis az elmúlt években nem volt lehetőségünk arra a Covid miatt, hogy itt advent idején egy kicsit együtt lehessünk, szabadon lehessünk, és beszélgethessünk, és egy picit szórakozhassunk is. Úgyhogy én még egyszer köszönöm szépen mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Én nagyon kellemes időtöltést kívánok ezen a pályán az adventi időszakban, és hát a jövő év elején is. Én bízom abban, hogy mindenki örömét fogja szolgálni majd ez a pálya. Köszönöm szépen! Mi köszönjük szépen a lehetőséget. És most felkérném Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász urat, hogy mondja el köszöntő beszédét, és gyújtsa meg a negyedik adventi gyertyánkat. Én is nagy szeretettel és szeretettel köszöntöm megjelent karcagiakat, és hát a gyerekeket, diákokat pedig ezen az új korcsolya pályán is külön tisztelettel köszöntöm, és engedjék meg, hogy néhány szóval a negyedik gyertya meggyújtása előtt néhány gondolatot elmondjak. A keresztények számára az advent, az adventi koszorú Isten örök szeretetét jelképezi. Ezért is díszítik örök zöld növényekkel, melyek a reményt, az életet szimbolizálják. A gyertyafénye a világosság és Jézus eljövetelét jelentik. A szeretetet Jézus eljövetelét hirdető, keresztelő Szent János emlékére gyújtjuk a negyedik gyertyát, az adventi koszorút. Nincs ma annál nagyobb jelentőségi üzenet a világnak, mint amint a szabad jászkunok nevében mondhatok. Az igaz ember mindig három fegyvert tart magánál. A békesség ragyogó kardját, a bátorság, bölcsesség tükrét és a megvilágosodás értékes drága kövét. Legyen áldott karácsonyunk!
Köszönjük szépen szobrászművész úrnak köszöntő gondolatait, és kérem, mai délutánunkon fogadják sok szeretettel a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kun Rózsa Kamara kórusát. Szent csengő van, vígan szól, mert
Köszönöm szépen a Kun Rózsa Kamara Kórusnak a szívhez szóló ünnepi dalcsokrot, és kívánok én is valamennyiüknek nagyon boldog, békés ünnepeket családjaik, szeretteik körében. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Viszontlátásra!